opera és ének szó töltötte be a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házat május 29-én. 23 évvel ezelőtt rendezték meg az első alkalommal a Zenebarátság Fesztivált. Annó a főszervező a Szabó József vezette Szőnyi Citera zenekar volt. A fesztivál házigazdája 10 éve a Duna Népdalkör. A népzenei baráti találkozón különböző citerazenekarok és népdalkörök egy jó hangulatú délutánt tölthetnek el egymás társaságában. Szombat este elmentem a kútra, sajgáromat letettem az útra, arra ment a vármegye hajdúja, belelépett, kitörött a csínja. Eltörött a sajkárom dugója, elhagyott a szeretőm bujába. Ha elhagyott ő engem egy hétre, majd elhagyom én őt örökre. A Népzenei Fesztivált dr. Kreft Horváth Lórend alpolgármester nyitotta meg. Én azt gondolom, hogy természetesen a zene, a népzene, a népi kultúra egy olyan közös híd az emberek között, amely összeköt minket és közös élményeket ad mind a fiataloknak, mind az időseknek. Tehát itt látható a fellépők között, hogy itt a generációs különbség biztosan, hogy eltűnnek ezekben a pillanatokban, ezekben a percekben, amikor közösen lépnek fel, illetve egymás produkcióját is megnézik a résztvevők, illetve hát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly színvonal rendezvényről van szó, és tényleg azt látva, hogy egyre népesebb a fellépőknek a száma, és én azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek is még a további kovánapokon is komoly folytatása kell, hogy legyen. A idei rendezvény is, mint mindig, két részből állt. A színpadi bemutatkozás után a sátorban tovább szólt a nóta a barátságról és a jókedvről, és általában az életről. A résztvevő együttesek az Észak-Dunántúlról és a Felvidékről érkeztek. Fellépők Szarvaskata, Kormos Veronika, az Oroszlányi Bányász Népdalkör, a Biatorbágyi Népdalkör, a Nagy Cétényi Citera Zenekar, a Nagy Kéri Mórinca Citera Zenekar, a Garabonciás Néptánc Együttes, a Duna Népdalkör és a Napraforgók Citera Zenekar.